Az egész ország alig várta ezt a mai napot, 2019. október 13-át, amikor leadhatjuk voksainkat az önkormányzati választásokon, a polgármesterjelöltekről, a képviselőkről és a nemzeti képviselőkről. Most reggel 6 óra után pár perccel itt Budaörsön az 5-ös, 6-os választókörzet előtt állok, és meg szeretném invitálni a nézőket, hogy aki még ilyet nem látott reggel 6 órakor, mikor megérkeznek az első szavazók, hogyan működik ez a szavazás reggelén, és itt hívom fel a figyelmüket arra is, hogy ma este a Budakörnyéki Televízió élőben 19 órától Hepke Tímea és Bencsik Gyula műsorvezetők segítségével tájékoztatják önöket a mai legfontosabb eredményekről. Elnök úr, reggel 6 óra után pár perccel megjöttek az első szavazók. Mi ilyenkor a teendő? Hát az első szavazónál a szavazatszámlabizottság teendője az, hogy leellenőrizze, hogy szerepel a névjegyzékbe a szavazó, leellenőrzi az okmányokat, és amikor kitöltötte a szavazólapot, akkor vele együtt zárja le az urnákat. Meggyőződnek róla, hogy üresek az urnák, és amikor ő meggyőződött erről, akkor együtt lezárjuk ezt az urnát, és utána helyezi bele a szavazólapját. És leblombáljuk természetesen, hogy utána ne lehessen hozzáférni senkinek se. A szavazószámláló bizottság eskütétele mikor volt? Hát a szavazószámláló bizottság felkészítése és az eskütétel az a múlt hét kedden történt meg, és csütörtökön az önkormányzat épületébe, ahol mindenki letette az eskét, és megtörtént a szükséges felkészítés erre a szavazásra. Ilyenkor az elnök leellenőrzi reggel azok, akik megjelennek, és szavazószámlálók az igazolványait? Igen, van egy külön feladata az elnöknek, ő már előző nap leellenőrzi az ide kiküldött okmányokat dobozokba bent a választási irodánál, és amikor ez rendben van, ott lezárják a dobozokat, másnap reggel ugye oda kell menni ezekért, és amikor kiérkezünk, akkor egy órával a szavazás megkezdése előtt, akkor ugye a kollégákat is megnézzük, hogy mindenki megjött, erről jelenteni is kell, és utána együtt szedjük szét a dolgokat. Elmondják, hogy miért döntöttek úgy, hogy ilyen korán reggel szavaznak? A férjem ő meg dolgozni, így a munka várja és hívja, én pedig a gyerekekkel megyek a nagyszülőkhöz, és ott töltjük a vasárnapot. Legyünk őszinték, hogy ilyenkor rátermettségre vagy pártra szavazunk? Rátermettségre. Hogy elsőként szavazott korán reggel? Elutazom, lemegyünk Görögországba, és így próbáltam elsőnek jönni, hogy ne veszítsük semmit az útból. Az önkormányzati szavazatokat illetően ilyenkor vajon pártra vagy rátermettségre szavazunk? Kinek melyik? Hát gondolom emberre is, meg pártra is. A görög nemzetiségi választásnak mi a tétje? 4 különböző egyesület indult, és minden 4-nek megvan a saját programja. Vannak fiatalabbak, idősebbek, jobbak, gyengébbek. Az a tétje, hogy a Jobbik bekerül. Budaörs 3-as, 4-es szavazókör. Helyzetjelentés, 8 óra előtt pár perccel. Bemegyünk és megkérdezzük, hogy minden rendben működött-e. Eddig minden rendben van, a szavazás rendben zajlik, jönnek az emberek, a részvételi arány az jelenleg egy kicsit még gyér, de ez várhatóan szépen fog majd azért emelkedni.